Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Újranyitó bölcsödék és óvodák, Szekszárdon a gyerekek 60%-a tért vissza az intézményekbe. Elsősegélynyújtó képzések, új feltételekkel több helyszínen zajlanak júniustól a tanfolyamok és a vizsgák. Két kamionos baleset egy nap alatt, fokozott figyelmet kér a teherautósofőröktől a rendőrség. A kisgyerekek közel 60%-a újra elkezdett bölcsődébe és óvodába járni Szekszárdon hétfőn. A Tolnai megyeszékhelyen a helyi önkormányzat fertőtlenítővel és védőfelszereléssel látta el mind a 13 ilyen intézményt. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a nyitással a szülők dolgát akarják megkönnyíteni, hogy minél többen tudjanak visszatérni a munkába a járvány múlásával. Az milyen színű van rajta? És ott lehet menni? Igen. Készségfejlesztő játékkal kezdték a napot a szekszárdi Bosinski óvodába járó gyerekek. A Tolnai megyeszékhelyen működő 13 bölcsőde és óvoda hétfő óta várja újra rendes nyitvatartással a gyerekeket. Az intézmények szigorú rendszerint működnek, a szülők nem léphetnek be az épületekbe, és a higiéniára is nagy gondot fordítanak az ott dolgozók. Sokkal inkább oda kellett figyeljünk ugye a fertőtlenítésre. Ez egy icipicit másképp zajlott most, más szereket használunk, és hát most a legapróbb játékokig is fertőtlenítettünk, és ez a mindennapokban is ma így él. A dajkák feladatköre kibővült ezzel. Tulajdonképpen a folyamatos szellőztetés, a folyamatos takarítás és a folyamatos fertőtlenítés, ez a jelszó. Az óvodák és a bölcsödék fertőtlenítéséhez a szükséges vegyszereket az önkormányzat biztosítja, ugyanúgy, mint ahogy maszkot, kesztyűt is az ott dolgozóknak, és lázmérők beszerzése is folyamatban van. Szekszárdon már múlt hét szerdán a bölcsödék és óvodák országos nyitása előtt döntöttek az intézmények újraindításáról, ezzel együtt a gyerekek étkeztetése is visszaállt a rendes kerékvágásba, újra az intézményekben kapnak enni. Azt tudom mondani, hogy körülbelül 60% volt az, aki az első napon elhozta a gyermekét ide az órákba, hiszen aki meg tudja oldani az otthoni megőrzést, vagy esetleg fél attól, hogy valami betegséget össze tud szedni, esetleg beteg a gyerek, ők otthon maradtak, mi senkit nem köteleztünk arra, hogy hozza az órába, iskolába, vagy éppen bölcsödébe a gyermekét. Mi a feltételeket teremtettük meg, és a lehetőséget teremtettük meg. Szekszárdon az 1000 bölcsödés és óvodáskorú gyerekből eddig 560-an tértek vissza a pedagógiai intézményekbe. Már lényegesen többen gyógyultak fel a koronavírus okozta betegségből, mint ahányan aktívan fertőzöttek. Ezt az országos tisztifőorvos emelte ki kedden a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján. A járvány kezdete óta 3771 igazolt koronavírusos pozitív beteget tartanak számon. Közülük 1436-an aktív fertőzöttek, és 1836-an már meggyógyultak a betegségből. Az elhunytak száma 499. Az elmúlt 24 órában 15-tel nőtt a pozitív esetek száma, és 8 idős krónikus betegségben szenvedő ember hunyt el. Az aktív fertőzöttek 41%-a budapesti, 59%-uk vidéki. Eddig több mint 125 ezeren igényelték az állam által nyújtott bértámogatást a munkáltatójukkal közösen. A lehetőséggel azok élhetnek, akiknek a munkaidejét a munkáltatója a veszélyhelyzet kihirdetése óta kénytelen volt csökkenteni. A támogatásnak köszönhetően viszont nem csak a részmunkaidőre kapnak bért, hanem azon felül is pénzhez jutnak, akár havonta több mint 100 ezer forinthoz. A speciális úgynevezett kutatási, fejlesztési és innovációs bértámogatást eddig több mint 10 000 mérnöknek, kutatónak igényelték. Ugyan a veszélyhelyzet ideje alatt az elsősegélynyújtó vizsgaigazolás bemutatása nélkül is átvehetőek a jogosítványok. Június 2-án újraindulnak az elsősegélynyújtó vizsgák és a felkészítő tanfolyamok. Tolna megyében is közel 1000 tanuló vár arra, hogy levizsgázhasson. Megjelent egy rendelet a Magyar Közlönyben, ami szerint május 22-től a veszélyhelyzet ideje alatt az elsősegélynyújtó vizsgaigazolás bemutatása nélkül is átvehetőek a jogosítványok, ha egyébként minden más vizsgafeltétel teljesült. Eddig a vezetői engedély kiadásának feltétele volt, hogy a Magyar Vöröskeresztnél vizsgát kellett tenni elsősegélynyújtási ismeretekből, vagy be kellett mutatni a mentességről szóló igazolást. A járványhelyzetben azonban leálltak a felkészítő tanfolyamok és a vizsgák is, amiken az egyik alapfeladata befúvásos lélegeztetés bemutatása volt ambubapám.
Ezt a járványhelyzetben sokan nem vállalták. A Magyar Vöröskereszt azonban kiadott egy közleményt, amely szerint június 2-ától újraindulnak az elsősegély képzések. Éppen ezt a feladatot kivették a vizsgából. A Magyar Vöröskereszt ugyanis módosított a szakmai követelményrendszerem. A lélegeztetést nem kell a babán bemutatni, csak a mellkas kompressziót, illetve a stabil oldalfekvést is önmagukon fogják úgymond gyakorolni, valamint a kötözéseknél is igyekszünk majd eszközt használni, tehát adott esetben egy sapkakötést nagyon jól meg lehet csinálni egy ambubabán. Tolna megyében közel 1000 tanuló vár arra, hogy levizsgázhasson elsősegélyből. Annak érdekében, hogy ezt megtehessék, különböző óvintézkedéseket vezetett be a Magyar Vöröskereszt. A tanulóknak védőfelszerelést kell viselniük, fertőtleníteniük kell a kezüket, továbbá védőtávolságot kell tartaniuk, és korlátozott számban lehetnek csak jelen egy helyiségben. Adott esetben 30-40 fő jelenik meg egy vizsgára. Azért, hogy ők egymással lehetőség szerint ne találkozzanak, és megfelelő mondjuk 2 méter távolságot is tudjanak tartani a vizsgán, egyszerre 2 fő lehet bent, 2 fő vizsgázhat, 2 fő várakozhat, a többieket eleve, illetve mindenkit úgy fogunk kiértesíteni, hogy hány óra, hány percre jöjjön a vizsgára. A Magyar Vöröskereszt a helyzetre való tekintettel nem csak Szekszárdon, hanem Tamásiban is szervez vizsgákat júniusban. Teljes egészében elveszi a gépjárműadót az önkormányzatoktól az állam. Ez derül ki a kedden benyújtott 2021-es költségvetési törvényjavaslatból. Április elején, amikor a kormány bejelentette, hogy a járvány elleni védekezés részeként a gépjárműadó eddig önkormányzatokat megillető 40%-os részét magához vonja, arról volt szó, hogy az intézkedés csak az idei évre vonatkozik. A mostani tervezet szerint viszont jövőre is lemondhatnak az önkormányzatok erről a pénzről. Az állam így összesen 87 milliárd forintot von magához ebből az egy adóból. 24 óra alatt 2 balesetet is okoztak Tolna megyében teherautósofőrök. Ez magas számnak számít, különösen annak tekintetében, hogy tavaly mindössze 8 olyan baleset történt a megye útjain, amit teherautók okoztak. A rendőrség fokozott figyelmet kér a kamionokat vezetőktől. Teljesen kirobbant a kamion szélvédője. Hétfőn ütközött össze egy tartálykocsival Alsónyék és Pörbőj között. A vétkes sofőr előbb egy szalagkorlátnak vezette a hatalmas kocsit, majd megpróbált azt visszarántani, ekkor viszont a szembejövő tartálykocsinak ütközött. Pécsi férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba, ő jelenleg is súlyos életveszélyes állapotban van. A másik járművezetője az elsődleges információk szerint könnyebben megsérült. Ezek a fotók pedig szintén hétfőn készültek, de már Nagy Dorogon. Ott is egy kamion okozott balesetet. A túlméretes rakományt szállító sofőr le akart húzódni az útról, ekkor döntött ki egy beton villanyoszlopot. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, különösen a teherautók sofőrjeitől, hogy használják mindig óvatosan és körültekintően az utakat. A teherautósofőrök figyelmét külön felhívjuk arra, hogy az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek, hiszen a balesetek bekövetkezésének 3%-áért a teherautóvezetők felelnek. Tolna megye esetében ez azt jelenti, hogy tavaly 8 balesetet okoztak teherautók sofőrjei. 40 éve nem kötöttek annyian házasságot, mint 2020-ban márciusig. Idén január és március között ugyanis több mint 12.200 pár házasodott össze. Ez az adat kétszerese az egy évvel korábbinak. Az idei év első negyedévében egyébként eddig minden demográfiai mutató kedvező irányba változott. Januártól márciusig 1349-el több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, és majdnem 30%-kal csökkent a népességfogyás is. Igyekszik a lehető legtöbb közösségi programot még idén megtartani a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Igaz, a nyári események legtöbbjét már átszervezték őszre. Ettől függetlenül a szövetség elnöke bizakodó az idei évre tekintve. Illés Tibor és Pálya is részt vesz abban a világhálón terjedő kezdeményezésben, amely a magyar táncokat népszerűsíti. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke azt mondja, minden ilyen kezdeményezés szolgálja az összetartozás ügyét. Mindig gondolunk egymásra, felkérjük egymást táncolásra, tehát ez egy régi dolog, ami úgy gondolom, hogy példamutató. A Bukovinai Székelyek az év elején számos a népcsoport egészét megmozgató programmal készültek, ám ezt teljesen átírta a koronavírus járvány.
Illés Tibor azt mondja, a rendezvények jelentős részét az ősz folyamán sikerül majd reményeik szerint lebonyolítani, így a felnőttek néprajzi táborára Kismányokon és a mesemondó versenyre és a szólótánc versenyre Bonyhádon kerül majd sor. A nyári fesztivált ugye azt le kellett mondanunk, azt nem tudjuk pótolni, de ugyanakkor lesz október 10-én, ugye a Kismányoki, most már ez az ötödik alkalom, kerül megrendezésre a Kismányoki búcsú, illetve ehhez kapcsoljuk azt a programunkat, ami két évente szokott lenni, ugye a Székely találkozónk. Szeretnénk kibővíteni ezt a programot, mi pedig pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk a tagegyesületünk számára és a bemutatkozásra. Minden lehetséges programot szeretnénk megmenteni, mondja Illés Tibor, hiszen ezek az alkalmak adják számunkra az összetartozás élményét. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Videokonferencia és fórum a Széchenyi kártyás hitelekről. Szeretnék a katásokat is bevonni a kedvezményezettek közé. Bezárták a Várhegyi Széplátót, több milliós bevételtől esik el fonyót. Kínai iskola a járvány alatt, maszkokat var az intézmény tanára. Videokonferenciát tartottak a Széchenyi kártya új lehetőségeiről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában hétfőn. Május 15-től a gazdaságvédelmi program keretében kifejezetten kis- és középvállalkozások számára a Széchenyi kártya programban új, kedvezményes konstrukciók érhetők el. Ezekről tartottak tájékoztatást, illetve adtak válaszokat a felmerült kérdésekre. Kiderült, van esély, hogy a katás vállalkozások is bekerülhessenek a Széchenyi kártyás hitelprogramok kedvezményezettjei közé. Videokonferenciát tartottak a Széchenyi kártya program legújabb lehetőségeiről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában hétfőn. A már korábban bevezetett agrár, a mostani munkahelyét megtartó, a folyószámla, a likviditás és a beruházási hitelekhez köthető új Széchenyi kártya programról tájékoztatta az érdeklődőket a KAVOSZ vezetője. Mi azt mondtuk, hogy meg lehet olcsósítani ezeket a hiteleket, ezért is van az, hogy a mostani hiteleik, ez az 5 hitel, ez 0%-tól 0,1-0,2 is, a legmagasabb ára az 0,5%-os fix kamaton működik a teljes december végéig tartó ilyen válságidőszak kereteiben. A KAVOSZ kezeli a vállalkozásokat segítő Széchenyi kártya programot. A társaság a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös cége. Állami kamattámogatással tudnak kedvező hiteleket biztosítani. Az új konstrukciók a kormányzat gazdaságvédelmi programjának részei. Másfél hete jelent meg a Széchenyi kártya programban az a 4 új termék, amiről azt gondolom, hogy nem csak a rendkívül kedvezményes felhasználási feltételek a szinte 0%-os költség miatt érdemes fölvenni, hanem azért is, mert ezt a kamarai és a bankrendszer rendkívül gyorsan, nagyon rugalmasan és nagyon hatékonyan nyújtja a vállalkozók számára. Itt ugye a bértámogatástól a folyószámla hitelig, akár a beruházások támogatásáig, akár milliárdos hitelösszeget is fel lehet venni. A videokonferencián kérdezhettek is a résztvevők. Felmerült kérdésként a mostani mai videokonferencián is, hogy a katás vállalkozókkal mi a helyzet. Nos, az a helyzet, hogy a KAVOSZ ZRT és a kamara vezetése az ma is tárgyal az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, és hogyha minden jól megy, akkor a héten eldől, hogy akár az 1-9 fős mikrovállalkozások és akár katás vállalkozások is igénybe vehetik a Széchenyi kártyát. A tervek szerint december 31-ig lehet igényelni ezeket a kedvező hitel lehetőségeket. További információkat, akár előminősítést a területi iparkamaráknál lehet kérni, így a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban. Életveszélyessé vált a Fonyódi Várhegyi Széplátó. A nemrég felújított építménynél vélhetőleg kivitelezési hiba történt, ezért házi cincérek és egy gombafajta is ellepte azt. A település polgármestere már egyeztetett a kivitelezőkkel a helyreállítás ügyében. Több mint 30 ezeren látogatták tavaly a Várhegyi Széplátót Fonyódon. A település emblematikus építménye idén azonban biztosan nem nyit ki, hiszen életveszélyessé vált, vélhetően kivitelezési hiba miatt, amelyet egy turista vett észre. Az őszi leállás után a karbantartáskor a városüzemeltetés dolgozói átvizsgálták a szerkezetet,
faszerkezetet, és akkor jeleztük a kivitelező cégnek. A kivitelező cég azt mondta, hogy ők addig meg sem mozdulnak, amíg egy szakértői véleményt nem teszünk le nekik. Ez a szakértői vélemény az elmúlt 2-3 hétben elkészült, és a múlt héten megkaptuk. Majd jeleztük a kivitelező cégnek, hogy akkor lehet jönni és egyeztetni, hogy mikor állnak neki bontani. Hát ebből kifolyólag, mivel most már itt vagyunk május végén, nagy valószínűséggel az idei évben nem tudjuk kinyitni ezt a kilátót. A kőalapzatot és fémtornyot is magába fogaló építmény fenyőből készült, faszerkezetére pedig még nem járt le a 10 éves szavatossági idő, így a házi cincér és gomba által megrongált kilátót a kivitelezőnek helyre kell állítania. Addig is zárva marad a turisták elől, ez pedig jelentős bevételtől fosztja meg Fonyódot. Ez több mint 6 millió forint bevétel kiesést okoz, hiszen 300 forint egy felnőtt jegy, 150 egy gyerekjegy, és ha veszünk egy 200 forintos átlag jegyárat, akkor is több mint 6 millió forint kiesése lesz az önkormányzatnak. Ez most nem a legjobbkor jött, hiszen tudjuk, hogy a vírus miatt jó néhány millió forintot elvontak az önkormányzat büdzséjéből. Mi ezt tudomásul vettük, és ebből kifolyólag a beruházásokat leállítottuk, viszont az önkormányzat működéséhez ez a 6 millió forint nagyon kellett volna. A településre érkezők azonban még gyönyörködhetnek a balatoni látképben, hiszen más kilátó is van Fonyódon. Hídvégi József arról is beszámolt, hogy a város 380 millió forint támogatást nyert el turisztikai fejlesztésekre, amelyek része a település magas partján egy újabb kilátóhely megépítése és a sétány felújítása, a Várhegyi parkoló kiépítése, továbbá a széplátó felújítása 5 millió forint erejéig. 44 tanulóval 6 csoportban működik Pécsett a Konfuciusz Intézet kínai iskolája. A koronavírus járvány miatt azonban március közepe óta csak interneten keresztül tartják a kapcsolatot a tanárok a diákokkal. Az iskola moderátor tanára Füzesné Schmidt Ilona azért, hogy a közösséget egyben tartsa, egyedi kínai mintás szájmaszkokat vart. A gyereknapi meglepetés csomagot postai úton kapták meg a tanulók. Andrással korábban a Konfuciusz nyári táborban beszélgettünk. Elmondta, hogy nagyon érdekli a kínai kultúra, ezért kezdte el tanulni a nyelvet 5 évvel ezelőtt. András nagy álma, hogy egyszer eljusson Kínába, és kínaiul társaloghasson az ott élőkkel. A pandémiás időszakban azonban a nyelvórákat sem lehet személyesen megtartani. A tanárok e-mailen küldik a 44 tanulónak a házi feladatokat és a Vidám nyelvtani segédanyagokat. Inkább írni és olvasni. A beszélés részét még annyira nem beszéltük át, de például volt már egy ilyen fiatal nyelvvizsgánk is, amit letettünk az első fok, ami van belőle 6 szint, és az elsőt tettük le tavaly decemberben. Úgyhogy szerintem elég jól állunk. A szájmaszkot, amit Andráson láttunk, ajándékba kapta. Füzesné Schmidt Ilona moderátor tanár ötlete volt, hogy gyereknapra ezekkel a különleges maszkokkal lepi meg a tanítványokat, ezzel is erősítve az összetartozást. Az ajándékok postán érkeztek. Ezt a maszkot küldtük el ajándékba gyereknapra a gyerekeknek. Nagyon nagy meglepetés volt, nem számítottak rá. Úgy gondoltuk, hogy igencsak megérdemlik. Abban a levélben, amit mellékeltem a maszkhoz, megköszöntem nekik ezt a nagyon kitartó és fegyelmezett együttműködést, ahogyan végigcsinálták ezt a tanévet, és hát arról is írtam nekik, hogy a szüleiknek is ez egy nagyon nagy segítség volt, hiszen mindannyian nagyon nehezen kezeltük ezt az időszakot. Jelenleg összesen 44 tanulója van az iskolának, közülük 12-en kezdők. A szakemberek ebben az időszakban leginkább nem új tananyagot küldenek, hanem a szinten tartásra törekszenek. Büszkék rá, hogy az iskola fennállásának 5 éve alatt 12 fiatal tett már nyelvvizsgát. A Konfuciusz nyári tábort egyébként a tervek szerint augusztusban tartják meg idén. Javában tart az eper szezon, bár az időjárás nem igazán volt kedvező a szárazság és a fagyok miatt. Ennek ellenére az eper minőségével és a mennyiségével is elégedettek a gazdálkodók. Emellett magasabb áron tudják értékesíteni a gyümölcsöt, mivel a piacon jelenleg csak magyar szamóca van. Nagyon jó állaga van, pultálló, és ízvilágra is kiváló. Nagy szemű, piros és édes is az eper ebben a csökői gazdaságban, ahol folyamatosan szedik a szamócát.
A család 3 évtizede foglalkozik gyümölcstermesztéssel, idén 25 ezer palántát gondoznak. A szeszélyes időjárás ellenére minőségi eper termett idén. A járvány miatt idén sokkal jobb áron tudják értékesíteni a gyümölcsöt, mondja Nezdei Sándorné. Ez a vírus helyzet most azt hozta magával, hogy sokkal kevesebb az import, és ezáltal ugye nincs a piacon a spanyol és a görög eper, így a mi árainkat nem tudják a kereskedők leverni, kevés a piacon a felhozatal, így hát elég jelentősen tartja az árát. Előző években hát körülbelül 900 forintért tudtuk ebben az időszakban eladni a szamóca termésünket, ahhoz viszonyítva az idei évben jelen pillanatban 1500 forint kilós áron tudjuk értékesíteni. Egyre kevesebben foglalkoznak epertermesztéssel, mivel nagyon munkaigényes. Nezdei Sándorné azt mondja, a megfelelő munkaerőt sem egyszerű megtalálni. Ehhez lehet, hogy kellene egy kicsit ösztönözni a termelőket abban, hogy fölvállalják azt, hogy nagyobb területen gazdálkodjanak, ugyanis az eper nagyon munkaigényes, csupán kézi erővel lehet elvégezni az eperben a műveleteket. Egyetlen egy dolog, amit géppel tudunk megoldani, ugye a talajelőkészítés, meg a bakháthúzás, a többi, mint kézi erőt igényel, és munkaerő hiányában sajnos ezt nem tudjuk fölvállalni. Próbáljuk családon belül megoldani a problémánkat, arra merünk tervezni, amivel bírunk. A nagy ráfordítások is ugye az eper esetében megvannak. Az epret június közepéig szüretelik a gazdaságokban. Emellett egyre népszerűbb a Szedd Magad akció is. Somogyban több településen is ki maga szedheti le a gyümölcsöt. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Újranyitó bölcsödék és óvodák. Szekszárdon a gyerekek 60%-a tért vissza az intézményekbe. Elsősegélynyújtó képzések új feltételekkel több helyszínen zajlanak júniustól a tanfolyamok és a vizsgák. Két kamionos baleset egy nap alatt. Fokozott figyelmet kér a teherautósofőröktől a rendőrség. Szerdán erősebben felhős időre van kilátás, kevés napsütéssel. Délutántól többfelé alakulhatnak ki ismét záporok, zivatarok. Élénk lesz a szél. Estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Éjjel változóan felhős, csillagfényes, csapadékmentes időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keresenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!